Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt a Techtopia sorozatunk 12. része lesz, igen, már nagyon-nagyon-nagyon vártátok, hogy legyen új Techtopia rész. Az, ami miatt nem volt idáig, az hát igazából a Kovács műhelynek köszönhető, mert nem nagyon akar működni, de annyira kértétek, hogy legyen még ilyen videó, hogy én úgy voltam vele, hogy oké, akkor megpróbálom megcsinálni ezt a Kovács műhelyt, de nagyon úgy tűnik, hogy amúgy ebből nem lesz semmi, mert igazából nem akarnak a kovácsok más csinálni, csak ilyen charcoalt égetnek, és nem akarnak páncélt craftolni, pedig kellene nekik, és nem tudom, hogy ez is valami bug, vagy valamit rosszul építettem fel, de én azon gondolkodom, hogy újraépítem a Kovács műhelyt, és akkor megpróbáljuk megcsinálni úgy. Meg közben megkerestem a merchantot, mert már nem is emlékszem, hogy miket árult mostanában, de valószínűleg emiatt nem tudunk haladni, mert a merchant az már csak a Kovács műhelyből származó itemeket akar vásárolni tőlem, mert hát más nem tud egyelőre, mivel másból egy csomót eladtam neki, és igazából mindig azt vásárolja meg, amiből még nem nagyon adtam el neki dolgokat. És hát emiatt tartunk itt, ahol. Ahogy nézem, van még néhány olyan vödör te is náluk, amit nem Kovács craftolt, és nem is nagyon akar a Kovács craftolni nekem már mást, mint kiégetni órokat, ami azért egy elég nagy probléma, és így tortát sem tudunk kapni, és nem tudunk tortát eladni, ami falusi torta lenne, szóval itt sok problémával küzdködünk. Ahogy nézem, a merchant könyveket akar vásárolni, fát, és igen, itt van, hogy vascsizmát akar, de nem csinálnak vascsizmát a Kovács falusiaim, ami elég nagy probléma, meg mondjuk tojást is. Vannak itt olyan dolgok, amiket el tudok neki adni, például lazuritot, de gyémántkardot. Nem, van egy rengeteg gyémántom van, amit a falusiak kibányáztak, de a Kovács nem akar gyémántkardot craftolni valamiért. Sapkát azt mondjuk azt tudna csinálni nekem a Leather Worker falusi, vagy az a Butcher falusi, azt tud ilyeneket craftolni. Szóval lehet, hogy arra majd így rámegyek. De könyvem az nem tudom, hogy van ennyi, illetve sok mindenből szerintem nincs meg az, amire szükség lenne. Igen, így be tudok szedni azért egészen sok emeráldot, viszont az igazi emerald mennyiséget azt akkor is nem ezekből a fákból, amikért kettőt kapok, nem ezekből tudnám beszedni, hanem mondjuk a jó vascipőből, amiért kapnék hatot, és annyi vascipőt le tudnak raftolni nekünk a Kovács falusink, hogy az valami hihetetlen. Mondjuk a tojásból abból mindig lesz egy csomó, azért mindig fogunk kapni egy csomót. Itt nincs baj, így is tudunk haladgatni igazából, szóval is ki tudom majd játszani ezt a modot, viszont szeretném, hogy azért működjön a Kovács, mert így azért elég elment a kedvem attól, hogy játszak. Mondjuk a lazuritér azért sokat kapunk, az ércekér még sokat ad, az jó, de mondjuk ilyen bőrsapkát nem tudom, hogy hogyan kéne szerezni. Az a baj, nincs elég bőr ahhoz, hogy én ilyen bőrsapkát szerezzek, és most csak 40 emeráldot tudtunk ebből kiszedni, ami soknak hangzik, de amúgy nagyon kevés. És itt van például egy falusi tej, ezt nem tudom, miért nem használják fel. Ha valahol van még falusi tej, ami nem sima teljes vödör, akkor azt nekem ki kéne szednem, mert az csak akadályozza azt, hogy falusi torta készüljön. Ahogy nézem, falusi könyvem is van, hát nem tudom, hogy ezért most mennyit fogok kapni, de hú, megy le a nap, akkor ez azt jelenti, hogy szerintem maga a merchant falusi is mindjárt eltűnik, szóval ezt a könyvet nem fogom tudni neki eladni. Ami elég szomorú, de nem baj, legalább megpróbáltuk. Na de mindegy, ameddig éjszaka van, addig ez a Kovács műhely mellé felhúzok egy sima épületet, és akkor azt fogjuk berendezni Kovács műhelynek. Hát ez eléggé szomorú amúgy, hogy ez így nem akar működni, de csak egy teljesen átlagos épületet, és remélem, hogy ez működni fog. Mert ezeket a külső üllőket nem használják, pedig elvileg ez úgy van összetéve, hogy kéne, hogy használják őket, de nem használják őket. Csak a belső kemencéket. Ez lehet amiatt van, hogy ez a tető ez nem a legjobb, vagy nem lehet ilyen döntött. Nem tudom pontosan, hogy mi a probléma, de kitaláljuk. Nem akarom, hogy ez nem működjön. Fel is építettem ezt az új épületet, és ez láthatjátok, hogy ez csak egy teljesen normális ház. Ebben működnie kéne igazából ennek a dolognak, de ha nem működik, akkor nem tudom, mit kéne, hogy csináljak. Az, amit most csinálni fogok, az, hogy leszedem minden a Kovács műhelyt, teszek kemenc, elviszem ezeket a kemencéket, mert most lusta vagyok újakat csinálni, és az üllőket és a crafting table-t is elviszem, és beteszem ebbe a házba csak úgy simán. És megnézzük, hogy ez így működni fog-e, mert hogyha nem, akkor igazából ez már sehogy sem fog működni, és tényleg bebuggolt a mod, hogyha működik így, akkor az épületemmel volt baj. Ez a két opció lehet, nézzük meg, ez teljesen egy tökéletes Smithy számára. Innen kiütöm gyorsan ezeket a blokkokat, és beteszem akkor az üllőket ide így, és a kemencéket egyedülre mondjuk nem teszem be, csak egy crafting table-t, vagy betettem a kemencéket is, és akkor úgy próbáljuk ki, hogy mondjuk azt mondjuk nekik, hogy nem süthetnek ki semmit, és akkor, hogy craftolnak-e vajon páncélokat a Kovács falusiaim, na már is jön, és megint vasat tesz bele.
Ó! Egyből csinál is valamit? Mit művelsz, ember? 8 darab vas van nála, meg 8 darab gyémánt. Nem tudom, hogy ebből most mit fog kraftolni, de valamit biztosan. Én szerintem lehet, hogy megcsináltuk azt, ami idáig nem működött. Azért nem működött szerintem, mert rossz volt maga az épület. De mindegy, akkor most ebben lesznek a kovácsok, nézzük meg, mit csinált. Egy gyémánt kardot. Na jó, ez nagyon király, hogy csinált ilyeneket, csak nem tudom. Egyelőre akkor szerintem legyen az, hogy nem tudom hány őrön van, de hagyom, hogy csinálják itt a felszereléseket. És akkor majd csinálnak egy fullos felszerelést a kovácsaim a harcos falusiaimnak. És akkor majd gondolom egy idő után majd elfogynak itt a dolgok, szóval nem kell majd új felszerelés a harcosoknak, és akkor fogjuk tudni majd eladni. Szóval kéne majd több bányász, több druida, és kovácsból igazából nem is kell több. Jó, akkor ezt megcsináltam. Igazából ezért nem volt ideig Tektopia rész, és egészen hamar meg tudtam csinálni ahhoz képest, de én azt hittem, hogy ez a mod ez így ennyi volt, és egészen elment tőle a kedvem, hogy nem már nem működik. De most már működik, szóval tök boldog vagyok emiatt. Akkor én azt gondolom, hogy még kereskedjünk ebben a részben az egyik falusiba, illetve szeretnék még gyűrűket kraftolni, mert ezek a gyűrűk nagyon királyak, amik itt vannak, és szeretném belőle az összeset, szóval még megkraftolunk majd egy gyűrűt ebben a részben. Addig is meg kellene keresnem a merchantot, mert szeretném megnézni, hogy miket árul így újonnan. Amúgy meg én láttam, hogy a komment szekcióban rengetegen írtátok, hogy ti Tektópiát szeretnétek, ez volt majdnem minden komment szekcióm 50%-a. És én azt szeretném kérni, hogy kicsit bizonytalan vagyok, hogy ezt is folytassam-e vagy sem, emiatt most csináltam, mert azt láttam a kommentekbe, hogy szeretnétek. Viszont mindenki, aki azt szeretné, hogy folytassam, az dobjon erre a videóra egy lájkot, és hogyha elér egy bizonyos számú lájkot, mondjuk egy 2000 lájkot ez a videó, akkor biztos, hogy csinálok egy következő részt. Ha nem éri el, akkor nem biztos, mert nem tudom, szóval látom, hogy vannak, akik nagyon szeretik, de nem tudom, hogy a nagy közönségnek tényleg ez a sorozat kell-e. Szóval igen, egy 2000 lájkot szeretnék kérni a folytatáshoz, és ha az megvan, akkor utána már biztos leszek benne, hogy igen, ezt kell csinálnom. És gyémántot vásárol a merchant, amit el is fogunk neki adni, meg gyapjút, szerintem az nincs még nekünk, papírt, szóval most sok mindent tudunk eladni, meg gyémán nadrágot például látjátok, a gyémán nadrágért 19 emeráldot ad, a vas nadrágért 9-et, pedig vasból rengeteg van nekünk, csak annyi a bökkenő, hogy ezt a kovácsoknak kell lekraftolniuk ahhoz, hogy ez így nekem működjön, ezt pedig nem biztos, hogy el tudjuk érni. Szóval jó, akkor most összegyűjtök mindent, amit megvásárolna ez a falusi tőlem most. És a 20 gyémántért 60 emeráldot kaptunk, ami sok a 20 gyémánt, de 60 emeráld is. És a répákért még kapunk amúgy egy rakással. Szóval azt gondolom, hogy az emeráld mennyiségem az eléggé magasan van, és fogom is tudni a következő trédeket is így még megcsinálni. Például a gyapjúból rengetegem lehetne, hogyha csinálnának a kovácsok egy ollót. Ennyire lenne tényleg szükség egy darab ollóra, és rengeteg gyapjút tudnék abból kiszedni. Búzát is hozok még, illetve még redstone kell. És ezt nézzétek! Az őrömön már gyémánt cipő van konkrétan. Meg gyémánt kard is van a kezében, szóval szerintem páncélokat csinálok először az őröknek, ami tök jó, mert így nem fognak talán meghalni, már mint remélhetőleg. És ennek is gyémánt kard van már a kezében, azért ez eléggé komoly felszerelésük van. Így most már azért eléggé komolyan meg fogják tudni védeni a falut. Akit esetleg érdekelne, 29 emerald blokkon van, ami tök jó. Ebből rengeteg mindent fogunk tudni majd vásárolni, viszont most, hogy a kovács amúgy beindult, szerintem több bányászra lenne szükségünk. Illetve tudnám majd ebben a jó kis házban növelni az ágyaim mennyiségét is, szóval lehetne majd sokkal több új gyerek falusim is, ami pedig tök jó. Itt például van egy 58 intelligenciás falusim. Ezt simán be tudnám adni új bányásznak. Megnézem, van-e elég mineshaft, meg druidák is kellenek majd. A druidákat kell majd nagyobb intelligenciával kezdeni, mert az a baj a druidákkal, hogy nagyon-nagyon lassan fejlődnek, és hát ők szabják meg igazából, hogy a mineshaftok azok mennyire lesznek jók. Szóval csinálhatnék még ide plusz 2 mineshaftot, az nem olyan drága, mert kéne még 2 darab druida és még 2 darab bányász minimum. Nem tudom, hogy van-e ennyi szabad falusim, de átnézek a nagyházba, és ott megnézem, hogy hányan vannak, addig is megvásárolom a szükséges tokeneket. Szóval kellene nekem 3 darab mineshaft, ami 9 darab emerald, egy darab, ez eléggé olcsó. Viszont a maguk a tokenek a druidákhoz, azok drágák lesznek aránylag, mert azoknak nem kell ugyebár ilyen mineshaft meg ilyenek. Szóval azért az drága lesz. 1, 2, 3, így meg is van mind a 3. És akkor nézzük meg, hogy maga a druidának a... Jaj, nem tudok most rákattintani a tradesmanre. Nézd meg, hogy a druidának mennyibe kerül a tokenje, de szerintem az nem olyan drága még, mint egyesek. Egy bányász az 12 emerald, ebből 2-t kéne vennünk.
A druida amúgy az első oldalon van, és az 36 emerált. Hát azért az elég sok, de nem annyira vészes még, meg nagyon sok druida kell majd a jövőben, szóval ez most még szerintem belefér teljesen. Így meg is van a két bányász, és akkor még két druida kell, de ez még fel kell váltanom némi emeráldot. És meg is van minden, amire szükségem van ahhoz, hogy a bányász kapacitásomat növeljem. Azért elég sok emeráldba került, szóval már csak 26 blokkon van, de nagyon gyorsan is szerzem őket, szóval ilyen naponta egy olyan stacket talán össze lehet szedni átlagban, ami azért elég sok, és így szerintem azért elég gyorsan fogom tudni növelni itt a falumnak a teljesítő képességét. Az új mineshaftokat már be is teszem, tök király, és majd itt a mineshaftjainkat is tudjuk majd növelni, hogy legyen több esetleg, de igazából egyelőre fölösleges. És akkor átnézek a házakba, hogy kinek van nagy intelligenciája, kit érdemes bányásztak, és kit érdemes a továbbiakban druidának beadni. Itt van kettő darab szabad falusi, egy 24 intelligenciás és egy 58 intelligenciás. Hát az 58 intelligenciás az már most druida lesz, mert az nagyon-nagyon magas már így kezdésképpen, és egy 50-esként kezd druidaként. A bányász 15-ösként kezd, ami nagyon alacsony, de gyorsan fejlődik a bányász. Ezek most nem tudom, hogy miért nem fogadják el ezt az ágyat, hogy ez egy kettes izé, de ja, most meg azon alszanak, ez kicsit bugos a mód. Nem is lesz szerintem kiavítva, mert Tangótek szerintem teljesen lemondott erről a modról, így nem fog vele már a továbbiakban foglalkozni. És ahogy nézem, nekem nincs is több szabad fadusim, mert nem volt ideig tokenem, ház tokenem. Szóval kell venni még ház tokeneket, ilyen hatosokat, vagy nem is tudom, lehet nem hatosokat, hanem ketteseket kéne. Hát nem tudom, hogy lenne takarékosabb, inkább akkor veszek hatosokat, mert ez úgy egyszerűbb. És mondjuk 6 új gyereket csinálni, és akkor azokból lehetne majd bányász meg druida. Az egy jó ötlet, nem tudom mennyibe kerül egy ilyen ház token. Ezt remélem azért nem olyan drága még. Hát egy 64 emeráldba kerül egy home six. Viszont azt szerintem vissza is hozza majd az árat, szóval egy 7 emerald blokk. Ez azért nem a világ vége, de azért nem is olcsó, szóval egy ilyen home six-et azért már úgy eléggé drágán adnak, még régen nem volt ennyire drága. Illetve 6 darab sima ágy is kell majd bele, azt nem tudom pontosan honnan szerzek. Egyszerűen csak fogom magam és megnyírok néhány birkát, és akkor biztosan lesz elegendő ilyen gyapjúm ahhoz, hogy csináljak ágyakat. Igen, mert van 38, mert voltam úgy még egy csomó. Jó, és akkor sima fehér ágyakat beteszünk, azok úgyis átszíneződnek, nem lesz ezzel probléma. És akkor jöhet is a home six. Igen, tökéletesen elfogadta, itt van egy 6-os új lakosztály, ahol új gyerekek fognak születni, és még hozzá mennyi. Na nézzük meg, hogy ez 7-es intelligencia, van olyan, ami nagyon magas intelligenciával születik. Ez például 26-tal született. Ezek a lányok mindig naggyal születnek, ez kicsit ilyen feminista, és ez is 27. Ez 8, 18. A lányok miért magasabb intelligenciájuk? De remélem a forráskodban nincs valami ilyen ilyesmi beleírva, mert azon komolyan mondom, kiégnék. Na mindegy, és akkor ők fognak iskolába járni, ami ott van, és akkor magasabb lesz az intelligenciájuk. Van amúgy könyv is, mert azt végül nem adtam el. Szóval így elég magas intelligenciájuk lesz, de arra jöttem rá, hogy amúgy oké, okay, most csináltam egy home six-et, de van még egy csomó emeráldom, én nem csak még több home six-et, és rengeteg gyereket tudnék csinálni, és így ilyen egészen exponenciálisan tudnám növelni itt a nem is tudom, a falusiak mennyiségét, és akkor ugye a bányász teljesítményünk is nagyon-nagyon nőne, meg mondjuk rengeteg ember dolgozna a konyhába, az is mondjuk nagyon jó lenne, és akkor például ennek a falusinak mondhatnám, hogy amúgy kraftolj nyugodtan bőr cuccokat, mert miért ne kraftol... Ja, mondjuk lehet nem kéne, mert akkor meg az enchanterem nem kraftolna a könyvet? Lehet nem. Jó, mindegy, mert ki kéne lenni egy rakás bőrnek itt amúgy valahol, mert rengeteg bőr jön ki ezekből a tehenekből, mert annyi steak van, és itt van egy csomó könyv. Igen, van nála 9-ből, itt van 50 bőr, szóval miért ne kraftolnom mondjuk néhány szettet abból, szerintem nagy problémám nem lesz. Mondjuk az enchanternek megmondom, hogy ne enchantolja be őket, mert el akarom őket adni. Szóval az enchanternek megmondjuk, hogy bőrszettet nem enchantolunk. Hol vagy enchanter? Úristen, már mennyien vannak a könyvtárban, már lassan már több könyvtárat kell majd építeni. Létezik egyáltalán még nekem enchanterem, vagy ez meghalt? Nem tudom amúgy. Nem találom azt a falusit, mert sosincs a könyvtárban, ahol neki folyton lennie kéne. Vagy lehet csak nem látom. Nem tudom akkor ezt most De itt van, jó. Ja nem, ez nem is enchanter. De. Szerintem ezeket a gyémán cuccokat is azt mondom, hogy ne enchantolja be. Mert, mondjuk de beenchantolja, hogyha már nála van. Mert, hát azokat is el kéne majd adni a jövőben, és mondjuk a bőr cuccokat se enchantolja be, mert azokat mindenképp el kell adni, és még haszontalanok is. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy milyen enchantot kap majd rá.
ő most beencsantolta a bőrt, vagy a gyémán cuccokat, vagy nem tud hozzáférni. Szerintem nem tud hozzáférni a jó kis enchanting table-jéhez, ami azért eléggé egy szomorú dolog. Na mindegy, akkor én most szerintem csinálok még kettő darab homesickset, meg megkeresem a kereskedő falusit. Vagy van nekem talán egy jobb ötletem. Tudni illik. Van egy olyan item, ami a merchantot magához idézi. És ez nagyon-nagyon hasznos így utólag rájövő, mert éjjel nappal csak keresgélem, mert össze-vissza mászkál itt a falunkban. Itt van 64 emeraldér a merchant stall. Ez egy nagyon hasznos item amúgy, csak nem tudom, van-e elég emeraldom. Jó, hát most nincs akkor így elég emeraldom arra, hogy két homesickset vegyek. De nem baj, nem veszek két homesickset, hanem veszek egy merchant stallt először is. És akkor a merchantom mindig ott lesz, és mindig fogok tudni neki minden kereskedést végrehajtani. És ez, én azt gondolom, hogy lehet, ez nem tudom, ennek házba kell lennie, vagy ennek is egy épületnek kell lennie ahhoz, hogy működjön, mert akkor betenném a storage roomba csak simán. Nem tudom, hogy hol kell pontosan lennie, de valahol úgy kéne megcsinálni, hogy itt legyen egyből mellettünk. Vagy ez a ház mellett, ez a storage room mellett, és akkor bármit, amit így éppen meg akar vásárolni, ezt csak kiszedem innen. Nem tudom, most letesztelem, hogy hogy kell pontosan ennek lennie. Vagy csak azt mondom, hogy ez itt a merchant stall, a felső épületem, ami igazából az én raktáram, de azt mondom, hogy ez a merchant stall, és akkor ő most majd ide mindig bejön. Amúgy itt van még egy unemployed villager, ez remélem nem most nőtt fel, hanem ez volt az éliskolában, most megmondom őszintén, ezt nem tudom megmondani. Ez egy jó kérdés, amúgy itt rohangálnak az új gyerekek ott a faluban, remélem azért be tudnak jutni az iskolába, de elméletileg az útnak szabadnak kéne lennie oda. És a vándorkereskedő az, ahogy nézem, ide is jött emellé. Ez nagyon király. Így sokkal egyszerűbb vele kereskedni, hogy nem rohangál össze-vissza, és dzsungelfát akar venni, ami még nekem mindig nincs amúgy. Dzsungelfám nem lesz, mert dzsungelt kéne hozzá találni, az hogyan vitelezném ki. Beetrootot vásárol, még gyémáncipőt, hát a gyémáncipőt ez benyúlta az enchanter, és most nem nagyon fogja szerintem visszaadni. Igen, meg fehér gyapjú, meg tojás, meg vaskart kéne még. Ezek olyan dolgok, amiket egyelőre nem nagyon vásárol itt senki. Gyémán chestplate? Jó, szerintem azt kéne mondanom, hogy ez ne enchantolja be ezeket, mert ezeket inkább el kéne majd adni, meg felvegyék inkább így ebben a formában szerintem a falusiaim. És remélem akkor le is teszi őket, de szerintem nem fog letenni, az a probléma. És most kezdem el úgy észlelni azt, hogy valószínűleg nekem új farmer falusiak is kezdeni fognak, mert például céklát már nem találok, szóval nincs öctek nekem itt csak úgy simán eldobva pedig. Ahogy jól gondolom, ezek folyamat dolgoznak, igen, ha bár csak egy darab van itt most. De ez is itt 34-es csak. Hol vannak a farmereim? Úristen, ez milyen gyémánt szedben van már ez a őr. Hát ezek nagyon fullos szetteket szednek itt össze maguknak. Nem tudom. Jó, mindegy, vegyük meg ezt a homesickset, és akkor csinálunk még egy darab új homesickset, de nem baj, ez nem olyan rossz. Majd mindjárt meg lesz a következő is, de úgy nézem, farmer falusiak is kelleni fognak még. Rengeteg gyereket kéne még itt szerintem felneveltetni, és akkor lenne jó. Akkor lenne szerintem ez így a legeffektívebb. És hát íme ez itt így az újabb home six-ünk, amiben újabb 6 darab gyereket fogok betenni. Igazából az iskolába bármennyi elfér, szóval tudok így egy csomót felnevelni. Hát én az intelligenciájukra lennék kíváncsi. 7 az nagyon rossz, 9 nagyon rossz, 11 nagyon rossz, 19 az már nagyon jó. Ez ahogy nézem, ez 12, hát most ezek nem a legjobbak, volt olyan, hogy már 30-assal született egy, ez is 8, hát ez se a legjobb egyelőre. Ahogy nézem, nem nagyon akarják azt az ágyat elfoglalni, amik nekik van. Nem tudom, hogy akkor a többi gyerek hova tűnt, hogyha ezek ezt itt így foglalták el. Ez a többi gyerek másik közelebbi ágyat talált, mert lehet meghalt valami falusin, vagy volt valahol szabad, ezt még el tudom képzelni. De valahogy egészen zavaros nekem, hogy most mi van a falumban. Nagyon nehéz már követni ezen a szinten, amikor már így ennyi falusi van össze-vissza neked. Esküszöm, át kell nézni minden egyes ágyat, hogy most valahol fekszik esetleg csak egy simán egy darab gyerek. Aha, találtak maguknak külön ágyakat, és ez 34-es intelligencia. Na, ő egy druida lesz, mert a druidák nagyon lassan fejlődnek. Farmernek is be kéne majd adni valakit, mert az mindegy igazából, hogy most kicsoda, csak legyen minél több.
mert farmer, hát megnézitek, itt vannak itt földek, éjjel-nappal művelve vannak, de valahogy nem akar egyszerűen elég gyorsan működni a dolog. Na de emberek, ez a videó ennyi lenne, én nagyon köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Mindenképp dobjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha szeretnétek még majd ilyeneket látni. Úristen, ez van encsantolva már a kardja neki, nem mindegy, ez érdekes. Dobjatok egy lájkot erre a videóra mindenképp, hogyha szeretnétek még ilyen tektópiás részeket látni, mert máskülönben nem lesz, hogyha nem érjük el a 2000 lájkot erre a videóra. És hogyha szeretitek még a továbbiakban ehhez hasonló vagy bármilyen Lucky Blockos videókat látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, ami hát reméljük tektópiás is lesz majd, hogyha tényleg lájkoljátok ezt a videót. Na de addig is, sziasztok!